két jelentős projekt átadó ünnepségét tartották Cikón. A községben új csapadékvíz elvezető rendszer épült, továbbá megújult a települést Mőcsényel összekötő út. A vízrendezés 3, az út korszerűsítése másfél évet vett igénybe, mondta Molnár Józsefné, polgármester. Az útfelújítás kapcsán új aszfalt koporréteget kapott az út, az útszéli patkák is javítva lettek. A vízrendezés kapcsán pedig helyenként burkoltárok került kialakítására, a mederkotrásra került sor belterületen, külterületen egészen a Rákpatakig, egy átmeneti tározó lett kialakítva, valamint több kőgát is épült a víznek, a hirtelen lezúduló csapadékvíznek a lassítása érdekében. Az elmúlt 4-5 évben jelentős beruházások valósultak meg Cikón, összesen 730 millió forint értékben. A csapadékvíz elvezetés az egész völgységben problémákat okoz, mondta Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, a burkolatfelújítás a környékbeli településekről bejáró általános iskolás gyermekek miatt is szükséges volt. A Tolna megyei önkormányzat elkészítette egy tanulmánytervezetet, illetve egy kisebb tanulmányt, annak érdekében, hogy a Völgységpatak teljes rendszerében záportáraszokat tudjanak kialakítani, illetve olyan védvonalakat és olyan rendszert, ami alkalmas arra, hogy felfogja az itt keletkező, illetve lezúduló vizeket, és utána pedig a mezőgazdaságba tudja ezt használni. Reméljük azt, hogy ez majd egy mintaprojekt lehet. Az önkormányzat a jövőben tervezi utak, járdák, játszóterek és épületek fejlesztését is.